Meg vagyunk. Jó lesz, Buksi? Nagyon király lesz. Na, királyság. Szavasztok, megjöttünk megint. Újra itt vagy. Gyok, itt vagyok. Megtanulok beszélni egyszer. Úr, itt vagyok. Ja, úr, itt vagyok Gáborra. Őt már ismeritek. Sőt, sziasztok. Már fölismernek téged helyeken is, azt mondtad. Nem tudom, meséltem-e, Kolos. Na. Dolgozok a Decathlonban, csak békésen, nyugodtan, és akkor az egyik vásárló így jön oda hozzám, és akkor elkezd kérdezgetni a biciklikről, és akkor csak így mindenféle felvezetés nélkül. Amúgy szeretnék gratulálni a Divide-hoz, láttam a videót, egyike. És hogy tök szép teljesítmény, és hogy nagyon örül, hogy találkozunk így is. Akkor úgy, a tudtad, hogy ki vagy, úgy ment oda. Úgyhogy celeb lettem. Lehet, igen. Hogy izgult is, és azért nem mert az elején mondani. Lehet, lehet. Úgyhogy volt még egy, képzeld el, azt nem tudom, az, hogy meséltem-e, mert ez nemrég történt. Na. Jöttek interjúzni hozzánk a céghez egy csomóan, ilyen kis 20 év körüli kis fiatalkák. És akkor az egyik srác így nézegetett a konyhában, így vigyorgott, és nagyon furcsa volt. Nem tudtam hova tenni, de szuper jó fej volt, így odajött hozzám, és akkor te vagy a Kolosnak a barátja a videóból? És akkor mondom, igen, én vagyok. Tök jó, szevasz, láttam nice. A videót, meg minden. És fun fact, fölvették a srácot, úgyhogy na, majd tudunk beszélgetni. Furam, elfelejtettem a nevedet, bocsi. De én egy lájkot a videóra. És kettőt. Kommentáld be a neved. Ja, úgyhogy fura egyébként, amikor az embert először felismerik, aztán így meg lehet szokni. Hát gondolom. Ja, és gondolod, hogy nekem még alig van követő, mi van egy ilyen több százalos követős izével, youtuberre, őt hányszor zaklatják így idézélben. Jó, ez nem zaklatás, csak érted. Hát biztos csinálják úgy is, ilyen negatív élményként, de valószínűleg a legtöbb pozitív, bízunk benne. Ja. Na, de ne szaporítsuk tovább a szót. Itt vagyunk, kicsit kijöttünk bringázni, meg vadcampingezni, és megnézni Gábor új bringáját. Igen. Mert ma megint van egy új bringád. Neked mindig van egy új bringád. Hát hál' Istennek, de eladó mind a kettő bringám is. A kommentben majd rakok linkeket, talán. Ja. És lesz egy eladó Kolnágút, meg egy eladó Fókuszot. Igen, egy gyönyörű országút, meg egy gyönyörű gravel bringa. Csekkoljátok majd. Ja, és akkor ő az új szerzemény. Egy, hát én úgy írtam, hogy nem tudom, hát talán szörnyeteget használtam rá, mert ez tényleg egy szörnyeteg. Hát ez a mindenen átmenős, minden is. Igen, és igen. Az, és még annál is több. Igen, mi ez? Úgy... Mi ez? Mondd már le, hogy mi ez? Ez egy Marin márkájú remek kis bringa. Úgy reklámozták, hogy a Montisok gravel bringája. Uh-huh. Mert ugye a Montisok az egyenes kormányhoz vannak szokva, meg a másfajta ülőpozícióhoz, mint akik az országúti felől jönnek a gravelba. Igen. És ez pedig a mountain bike oldaláról érkező embereknek lehet egy tök jó választás. Alu váz, karbon villa, kicsit keskenyebb egyenes kormány, Montis áttét. Egyszer 11? 12. 12? Igen. De simaló. És? Ott van már 12 sebesség. Már nagyon régóta. De a Diornál is. Igen. Mert ugye ez egy Dior váltó. Igen. De király. Oda van írva ezt. Az menő. Azt hittem 11. Nem. 12 sebességes, és elég jó. És 40? És 11.52 hátul. 42 fog 42? Van elől, és 10.51 hátul. 10.51 hátul? Igen. Ez tök jó. Igen. Ez király, ez jobb, mint az enyém. Igen. És nagyon tetszik nekem is az egyenes kormány. Külön dicséretes, hogy rövidebb, mint a Monticon, mert amit én Montit használtam, a Divide-on is, ugye? Hát a keskenyebb. Igen. Tehát amit a Divide-on használtam, az is szélesebb volt, és hát ez néha... Így mentél mindig. Igen. Néha kicsit kényelmetlen volt, de ez tökéletes. Tökéletes szélességű, úgyhogy nagyon gyorsan összebarátkoztunk, és lehet, hogy sokáig barátok maradunk. Hát a Divide-on is elmondtad, hogy mi lenne kb. A tökéletes bringa szerinted a Divide-ra, így, hogy már másodjára voltál, és kb. Ezt írtad körbe amúgy. Igen. Hogy egy kicsit montisabb gravel váz, mondjuk az egyenes kormányt nem mondtad, de hát, azon kívül minden. Talán ez az egyetlen egy kompromisszum, amit kötöttem, hogy nem egy széles koskormány került rá, hanem egy egyenes kormány, de ez is elég fancy, és tetszik, és biztos, hogy tök jó lesz. Uh-huh. És könnyebb is, mint egy Montióval. Hát könnyebb, mint a Monti, hiányzik róla a teleszkóp. Hát 38 helyett majd csak 30 amisz lesz el a lejtőkön. Mármint 50 helyett csak ja. 40-ne? Igen, bocsi. És akkor ez egy, hát akkor mondhatni egy ilyen felső-közép kategóriás felszerelés kb. Hát középkategóriás. Középkategóriás? Inkább. Mondjuk az XT a felső kategória alja, vagy hogy van a Montis? Hát a Montisokat nem tudom, de... A Diora közép teteje? Igen. Hát úgy valahogy. Ja. De mindegy, teljesen jó hétköznapi felhasználás, és én egy hétköznapi felhasználó vagyok, szóval. Uh-huh. Pont jó. A festés az
vagy tetszik valakinek, vagy nem, ez a szép barna szín. Igen, ezek a kis színes berakások, ezek is feldobják egyébként szerintem. Ja. Enélkül azt mondanám, hogy érdekes, de hogy ez így benne van, nem tudom miért, de ez így jó. Köszönöm. Alapvetően sárga oldalfalú gumikkal érkezik. Na, az még lehet, hogy még jobban érkezik. Nem, az nekem csúnyább volt, mert akkor már túl színes lett volna, és így akkor legalább a váz marad központba, és minden más meg fekete, és az úgy adja jobban nekem legalábbis. Újabb ringa, amivel lehet bikepackingezni, mivel szerintem az utolsó videónkon, amikor még a Divide előtt beszélgettünk, akkor is azt állapítottuk meg, hogy igazából a legtöbb ringával, aminek széles a gumia, azzal el lehet menni bikepackingezni, és ez is abba tartozik, jaj, szerintem. Jaj. Hát figyelj, király nekem bejön, aztán ügyesen, használd egészséggel, Divide-ra tökéletes gép lesz amúgy tényleg, meg otthon neked a homokba, a kiskunságon. A homokba már kipróbáltam, egészen jól megy, most meg igazából a bikepackinges miniteszt van, mert ugye mondtad már, hogy kijöttünk aludni egyet? Szerintem mondtam, hogy kim vagyunk. Ja, jó. Igen, azt hiszem. Hanem akkor itt vagyunk, igen. Kint vagyunk vadkempingezni. Ja, mindjárt lemegy a nap, úgyhogy sietünk kemlen, még nekem nincsen sátram. Igen, most. Szóval ez a bikepacking teszt. Ja. Úgyhogy ezzel most gyorsan így végigszaladtunk. Mit szeretnél mondani még róla, amíg le nem megy a nap? Azt, hogy remélem nagyon sok kalandba lesz részünk vele. Ja, úgyhogy király, kösz, hogy meséltél a bringáról egy kicsit. Ha van kérdés, akkor jöhetnek nyugodtan a kommentbe, azt mondom, Gábor vagy megválaszolja, vagy nem. Majd szólok neki, hogy válaszolja meg. Jó. Szedje össze magát. Úgyhogy ennyi. Most meg akkor jön a vadkempingezős rész, mert leszek itt érdekességek, ugyanis Gábor vadászlesben fog aludni. Sose aludtam még vadászlesben. Igen, is. Úgyhogy itt az ideje. Egy csomóba felmásztam már, de nem aludtam még ott. És ez szuper fancy, mert van neki ajtaja, meg ablaka, meg teteje, meg minden, szóval, hogy... Szóval elég faszok. Magas életnek tűnik. Jó van. Aztán jó van. Kiderül. Na, oké. Én is összeragom a cucomat, aztán nézzük, hogy mi a... Jó. Hogy mi a téma. Hát ha elbírja 60 kilódat, akkor jó. Na igen. Na, van benne szék is. Elférsz benne? Bakrabb, én is elférnék. És söpő is van. Kircsi. Na, oké. Szóval, Gábor, milyen lesz a szállás? Alakul. Jó, belakod? Behát. Van. Majd te készülsz, akkor felküldöm a kamerát, aztán megnézzük. Na, én meg sátorozni fogok, mert ugye függőágyaznék, csak hát most kicsit ilyen záporos, zivataros idő van, aztán lehet, hogy hajnalban is esni fog, úgyhogy én elhoztam a lansant, és akkor legalább használom, mert idén sajnos még nem sokat voltam vadkempingezni, de majd most. Úgyhogy itt lesz ezen a szent helyen. Aztán reméljük, hogy nem lesz túl sok őz, mert igazából itt van egy vadászlás, és ott van az őzöknek az etetőjük, gondolom itt. Itt cserkészik be őket, de bízunk benne, hogy nem itt fognak ugatni egész éjszaka. De van rá esély. Na, mindegy, ne szaporítsuk a szót. Tovább. A bivakzsákot még ott hagyom, azt üdögélim majd rajta, jó? Cipővel nem szabad! Az anyám ideges, Isten itt! Ja. De a padarab nem működött? De csak most tudtam elmenni érte. Jó, hát most nem volt jó a sorrend, mert a menedéket a legvégén húztuk fel, de nem baj, kész van. Még világosan éppen. Na, milyen lett a rezidencia? Bemutatod a nézőknek? Na, ez itt a rezidencia. Derékaj, Kolosnak a behelyhálózsákja. És a felfújatos, dekatlanos párnám. És ennyi. Luxi. De van tető, ablak, ajtó. Mi kell lennie több? Sör. Az is van. Amit felborítottál? De van még másik is. Hál' Isten. Mindjárt lekapom. Meg a sört is. Adjad.
Na, milyen volt? Meleg. Igen. Nagyon. Amúgy a hálózsákodra azon ír, hogy 5 fokos, nem 10 fokos. Hát a gyakorlati tapasztalatok alapján 10 fokos. Na, nagyon melegen volt, de megoldottam. Yeah. És neked? Nem tudom, olyan kettő körül valami, nem tudom milyen madár, de nagyon hangos volt. Mellettem elkiáltotta magát. Azt arra felriadtam. Még le is anyáztam egyet, nem hallottad? Nem tudom, hogy igen? Ja, volt mozgás. Na, jó van. Cucoljunk. Na, akkor ez a videó az ennyi, úgyhogy köszi a közreműködést, Gábor. Fasza, jó, hogy megnéztük a bringádat, aztán majd valamikor folytatjuk. Jó út kijönni és elszakadni. Ja, és minden órában fölkelni valamilyen vadállatra. Igen. Ja, ja. Na, jó van, köszönöm, megnéztétek. Aki nem tette volna, az még iratkozzon föl rohadt gyorsan, és üssétek be a csengőt is, mert akkor nektek jó lesz. Köszönöm, megnéztétek, és találkozunk legközelebb. Jó. Sziasztok. Na, húzzunk haza. Nézzük meg azt, látottát. Itt a bút. Jó.